szimfonikus zenekar megélhet 100 évet, nem is akármilyen 100 évet, és mi kollégáimban úgy gondoljuk, hogy ennek valamennyi részesei lenni nagyon nagy megtiszteltetés és nagy öröm, mint testvéregyüttesnek lenni a Nemzeti Énekarral, és valahogy most így erre a 100 évre mi úgy érezzük, hogy mind strukturálisan, mind szakmailag egy olyanfajta harmónia lebeg itt körülöttünk, mind ami a vezetést és mind ami a szakmai együtt gondolkodást és egy gondolati síkon mozgást illeti, ami miatt nagy örömmel szeretném elmondani még azokat, amiket a főzeneigazgató nem ismertetett. Csatlakozván és folytatván azt, hogy nagyon jó dolog az, hogy Vasegi főzeneigazgatóról egy olyan repertoárt birtokló és saját maga is dirigáló karmesterrel dolgozhatunk együtt, melyben az oratórium vagy az operai jellegű produkciók nagy súlyt kapnak, így az énekarral sok produkcióban tudunk részt venni a következő évadban, mind itt a házban, mind máshol a fővárosban, vagy más helyszíneken. Nem is sorolom ezeket, de azért azt, hogy Pergolesi Stabat Maternek vegyes kari verzióját is énekelhetjük, hogy magam még nem ismerek, de Vasegi Kanagy úr elmesélt, hogy a Győz Stabat, a két Stabat Mater, Haydn és Pergolesi két akkor nagyon ismert, prominens műve egymás mellé kerülhet majd jövő évben nagy héten, folytatván az, hogy Bach Magnifikátját és egyéb kantátáit énekelhetjük vele, vagy egészen eljutunk tényleg a modernekig, és énekelhetjük majd Isz királyát is közösen a zenekarral. Egy nagyon színes munka lesz, ami a közös együttműködést illeti. A magunk részéről természetesen mindenképpen szeretnék szólni a Pásztí bérletről, és gyakorlatilag nagyon szeretnék azt az utat erősíteni, és tovább folytatni, és azt a műhely munkát folytatni, amit igyekszünk nagyon komolyan venni. Mégpedig lenne azt, hogy az együttesünket, amelyben hihetetlen potenciál van, megmutatni minél több módon, minél több apparátusban ezer arcúságát megmutatni a Pásztí bérleten belül. Így számunkra nagyon fontos az akapella is, és a hangszerkíséretes műfajoknak a megszólaltatása is. Így a jövő évadban az első hangverseny tényleg Liszt Krisztusa lesz, ami szinte majdnem napra pontosan, ahogy Vasegi Kardinál úr elmondta, a bemutató utáni majdnem pontosan napra 150. jubileum lesz, és pont a Pesti Vigadóban. Számomra ez nagyon megtisztelő, hogy én dirigálhatom. Meg kell mondani őszintén, hogy évtizedek óta készülök arra, hogy a darabot eldirigálhassam. Sok részletet vezényeltem már, de így komplett módon nem.